Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jöjjön végre egy kis Warframe, jöjjön oktávia végre, eljött az idő, hogy kijöjjön ez a Warframe is. Őszintén vetek azt hiszem, legalábbis számomra, hogy az egyik legkülönlegesebb Warframe, ugye az összeset véve ezzel a kis zenés képességével, amivel ő bír, és hogy lehet saját zenét, Csinálni ez, ez mindenképpen egy extra dolog, ami a warframe jött, azon kívül, hogy csak a modulást, Tehát itt hozzáadhatsz valami uh, még személyesebbet is, és azt hiszem, hogy ettől uh, igazán jóvá tud válni egy játék. Na de most uh, természetesen, ahogy lenni szokott, lesz egy Octavia bemutató is, elmagyarázunk minden lehető... Um, lényeges információt róla, és viszont most jön a quest, hogy megértsük, hogy miről szól a quest, és hogy e, hogyan kell megcsinálni. Úgyhogy gyorsan ezen végigmegyünk, hogy a jövő generáció is tudja és értse, hogy miről szól e, egyáltalán. Úgyhogy, ja, vágjunk is bele! A questet magát bármelyik Rillén fel tudjátok venni, csak el kell menni Szefalon szudához, és hogyha éppen nagy a tömeggyarma, akkor tudod, hogy jó helyen jársz. Oda mész, szépen felveszed a questet, és cserébe uh, fogsz kapni egy olyat, hogy mandakord, a mandakordnak van három alkatrésze, amit meg kell szerezni, semmi nagyon bonyodalom, csak követni kell gyakorlatilag tényleg a uh, nem tudom a feladatot, ezt a kék kis izét ott, ott követni kell, és elvezet ez a mandakornak három alkat része. ez, ami uh, későbbiekben fog kelleni a harcokhoz. Na is, ma is. Hát igen, végül is a harcokhoz. Ami, ami egyedül tipp, azt kell mondjam, hogy te esetleg egy olyan warframe-mel menjél, ami, um helytudálni a szentientek ellen, nem tudom, javaslok itt például egy vukongot, az mindenkinek elérhető, vagy benne, van egy, benne vagy egy klámban Legyártod szépen a mannakordot, és ö, onnantól kezdve gyakorlatilag csak folytatod, folytatod ö, a küldetéseket, odamészet, az első küldetés a Saturnon van, odamész ehhez a valamihez, amit itt láttuk a képernyőn, és ö, beütitek az ütemet, arra ügyeljetek, hogy ö, azt üssétek be mindig, ahol van egy ilyen kis apró jelecske látható, én is úgy ütöm be uh, itt a képen. Gyakorlatilag ezt kell csinálni, uh, és szépen követni kell az eseményeket, nem nehéz um, a küldetés semmelyik része. A jó tip tényleg ez egy olyan warframe kell, ami helytudás a Szent viszont a jó dolog az, hogy a Szent közel sem olyan kemények, mint ahogy a Luán vannak, szóval uh, én is az Ex Excalibur-t vittem, mindenhova az Excalibur-t hogy hogyha küldetésről van szó, mert a legáltalánosabb warframe, ami megfelel szinte minden szituációra, így aztán gyakorlatilag nincs vele sok gond, de amikor láttam, hogy jönnek a szentientek, akkor egy pillanatra meglepődtem, hogy a fak. fuck, így, és, és meglepő volt, hogy nem voltak akkora ellenállás, mint amekkora ellenállás szoktak lenni, szóval elmentek a Saturnra, eljöttök a Holdra, legyúrjátok a szentienteket, megcsináljátok a dallamot, amire szükség van, és a legvégén egy nagy virtuális valóságban találjátok magatokat, ahol segítenetek kell Cefalon Szudának. Na de viszont, mi történt Cefalon Szudával, és akkor jöjjön egy kicsit a magyarázat, miközben a képi anyag megy, szóval érdemes, láthatjátok, hogy gyakorlatilag mit kell csinálni. Szóval a lényeg az, hogy kapsz egy üzenetet, valami történt Cefalon Szudával, és a segítségedre lenne szüksége, mert tényleg, mintha valami megfertőzte volna őt, mert ugye ezek a Cefalonok -ok gyakorlatilag egy ilyen óriási, hogy mondjam, mesterséges intelligencia tulajdonképpen, de egy külön faj, ami régen, még az, or az orokin érában segítették gyakorlatilag az orokiniakat a az élet minden területén. Tehát egy létrehozott mesterséges intelligencia, ami nagyon sok dolgot intézett el akkoriban az, az orokiniaknak. Nos, és Gyakorlatilag valami baj történt ugye Cephalon Szudával, te a segítségére mész, miközben természetesen Cephalon Szimaris, tudjátok, a nagy sárga szem a figyelmeztet, hogy, ha nem kéne neki segíteni, mert Cephalon Szuda az egy hogy mondjam, egy ilyen kívülálló a cefalonok között, és, és, nem érdemli meg, hogy segítsen valamiért. Na, de tudjuk, hogy nagy a baj, Ordis pedig, ugye a kis űrhajód, ő meg, hát próbál segíteni, és próbál információval ellátni, hogy mi lehet Szudával, és hogy bíztat téged, hogy segítsünk neki. Nos, és kiderül, hogy a cefalon Suda gyakorlatilag ütemekben, vagyis zenében rejt el információkat, és azok segítenek neki emlékezni, ettől a, miközben ez a fertőzés tart. És ez a fertőzés egyre-egyre jobban kezd el uralkodni rajta, és amikor végleg eluralkodik, akkor kiderül, hogy a háttérben a Sentient Hunhau van, hogyha még emlékeztek a War Within története, a Hunhao volt ott a, a főgonosz, és a Natakwestra, ha emlékeztek, akkor kiderült, hogy Hunhao maga a Lótusnak az apja, mert hogy a lótusz valamikor egy szentient volt, csak hát ugye átvette a vezetés gyakorlatilag a warframe és most ő a lótusz, a warframe anyja. Nos, és, és gyakorlatilag Hunhao úgy néz ki a háttérben a labban, hogy megfertőzze Cephalon szudát, azt még nem tudjuk, hogy miért a, a quest maga az úgy adja elő, mint hogyha e, tehát lenne valami a háttérben, de úgy adja elő, mint hogy csak a szefalonokat szerette volna megfertőzni. E, én úgy gondolom, hogy lesz ennek egy következménye, hogy, hogy a cefalonok mit akart Hunha gyakorlatilag cefalon szudától, mi az, amit cefalon szuda nagyon rejteni akart, mert kétlem, hogy az egész csak Oktáviáról szólna, és hogyha így végigmegyünk ugye a küldetésen, hogy a végén ott állsz e, Cephalon Simaris előtti szósz, neki hogy segítsen neked, hogy te megmenthess Cephalon e, Sudát, mert hogy Ordiz barátod elment érte, tehát így virtuális elment érte, hogy megmentse, de ő is foggyul esett ott, e, és egyedül nem tudta megvívni a harcot Hunhao ellen, mert túl erős volt, és túl erősen tartotta fogva Cephalon szudát, ezért te odamész Simarishoz, és Simaris végül úgy dönt, hogy hogy beküld téged ebbe a virtuális valóságba, miközben te megkockáztatod azt, hogy örökre akár ott is ragadhatsz, és mivel, hogy Szefalon szudának a dallamok azok, amik segítenek előhívni az információt és a saját öntudatát, ezért nagyban is ebben a virtuális valóságban ki kell szinte ugyanazt a dallamot, oktáviának a dallamát, hogy segítesz Szefalon szudán. És, és tényleg ennyi, ennyi, lett volna a nagy lényeg a küldetésnek, biztosan van valami háttere, hogy Hunhao mit akarhatott szudától és mit akar befolyásolni, nekem van egy érzés, tehát jobban be akar kerülni a, a Warframe univerzumba, gyakorlatilag most le van korlátozva a holdra. Az egész is és, és meg akarja erősíteni a hadseregét, és Szefalon szudának volt egy olyan e, energiája, egy olyan e, képessége, amivel például ugye Hunhao beküldhette a katonáit a voidba is, úgy, hogy a voidnak az energiája nem fertőzte meg a katonáit, ám viszont ugye lényegesen, gyengébbek voltak azok a katonák, így, így tehát gondolom sokkal több előkészület. Kell a Szent részére ahhoz, hogy megerősödve tudjanak visszatérni a Warframe-ek világából. Én úgy érzem, ez egy ilyen kis, egy ilyen kis lépés volt a nagyobb quest elé, amit ki tudja, hogy mikor kapunk meg pár év múlva, és de mindenképp egy ilyen kellemes meglefe, eh, meglepetés. Octavia ebből a szempontból egy nagyon érdekes Warframe, de ugye a végigjátszásban bocsánat, a bemutatóban fogunk róla beszélni, modolásról esetleg lehetőségekről. Lesz egy olyan, és majd, amit én is alaposan kiismertem ezt a Warframe-et, hogy hogyan játszunk Octaviával, ott ez azért valami, valamivel eh, precízebb és kifinomultabb modolás, nem egy ilyen forma nélküli nyersmodellást, amit szoktam csinálni az első bemutatókban. Úgyhogy, hát ja, nagyjából ennyi kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszett ez a quest, mit gondoltok, hogy milyen összefüggésben lesz majd későbbiekben uh, a szentientekkel, várom a uh, válaszokat, ha tetszett a videó, srácok, akkor dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok föl, Facebook, Necro Army, tudjátok, köszönöm a figyelmet a következő videóig, sziasztok!